Közös énekkel és egy virágkapuval köszöntötték az első osztályos diákokat a szekszárdi Waldorf óvoda és iskolában. A hagyományoktól eltérően az intézményben augusztus utolsó napján tartották meg az ünnepélyes évnyitót. Idén 18 kisdiák kezdi meg az első osztályt. Azonban nem csak a tanév kezdetét ünnepelték, két új óvodai csoportszobát is átadtak. Egyre több az érdeklődő család, és egyszer csak átléptük ezt a bűvös határt, hogy már több család jelentkezett, mint amennyi férőhelyünk volt, tehát gyakorlatilag már várólistánk is volt. Ezt azért egy picit megelőzte a gondolat, hogy bizony ez a bővülés ez azt is jelenti, hogy csoport létszámot is növeljünk. 170 négyzetméterrel bővítették ki a területüket, mondja Hoffmann Péter, kuratóriumi tag. Ennek köszönhetően két óvodai csoportot tudtak indítani, vagyis immár kétszer 25 fő befogadására alkalmas az intézmény. A régi óvodát pedig az iskola használja majd napköziként. Létesült egy pedagógusi szoba, egy fürdőszobával, külön egy kazánház, ahonnan a fűtést és a melegvizet állítjuk elő, illetve egy új udvari kijárat, ahol a gyerekek majd a ruhákat cserélik, amikor csizmával az udvarra mennek, és teljesen két új csoportszobánként egy mosdó is a gyermekeknek. Tehát ez egy teljesen új komplex óvoda. A felújítást önköltségből és a vállalkozók támogatásából finanszírozták, illetve a kivitelezési munkálatokban a szülők is besegítettek.